Hello mindenkinek, én Attila vagyok, és hát ez a videó most nagyon más lesz, mint a többi. Egyáltalán halljátok, nem tudom azt, hogy mit várjak el ettől. Fanakkúdnak fogom kiadni magam a TikTokon egy hétig, és különböző ilyen editeket fogok más emberekről csinálni. Amúgy ez a videó ötlet már nagyon-nagyon régóta a fejemben van, és az egész igazából úgy jutott eszembe, hogy én rengeteg Erdélyi Mónika... Ez nagyon jól hangzik, szóval rengeteg Erdélyi Mónika editet lájkoltam TikTokon. És ez a nagy jelentem, hogy vajon én tudnék ilyen csinálni? Azóta csináltam párat is a választom úgy előre, és azt, hogy annyira nem. És ez teljesen meginspirált engem, hogy azért nyilván az én Csacsatil a TikTok akkuntomra nem fogok egy Erdélyi Mónika editet posztolni, vagy bárki másról. Viszont eszembe jutott az, hogy miért nem csinálok egy hétig egy titkos új TikTok fiókot, ahová ezeket kirakom, és meglátjuk, hogy egy hét alatt vajon mennyi követőtől kezd az akkunttal szerezni, mennyi nézettség, mennyi like lesz ezeken a videókon, esetleg felkapottak lesznek-e, bekerülnek-e a For You-ba, bármelyik barátom így megnézi ezeket a videókat, vagy akár az ember, akiről fogom készíteni, szóval szerintem amúgy ez így nagyon izgalmas, és aztán rákerestem, hogy van-e a YouTube-on már ilyen videó, és láttam egy külföldi lánynál, hogy ő már csinált ilyen sorozatot, na mindegy, az ötletem nem volt egyedi, attól még megcsinálom, és remélem tetszeni fog nektek. Ma hétfő van, március 6-a, 16 óra 46, és akkor hozzuk együtt létre ezt az új akkuntat. Amúgy azt sem tudom, hogy kell csinálni, mert nekem nincsen amúgy TikTokon ilyen kamufiókom. Tudom, nekem csak egy darab van, amit még megcsináltam akkor, amikor ez még Musical.ly volt. Ja, és amúgy ezt... Elnézést, lecsapom a csillag, bocsánat. Ezt szeretném előre amúgy leszögezni, hogy ez senki felé nem bántás, hogy csinál bele egy editet. Én nagyon örülök, hogyha bárki editet csinál belőlem. Szóval remélem, hogy ez senki nem fog megsértődni. Na, és csináljuk is akkor a TikTokon az új felhasználót. Itt is van az akkuntom, és előbb amúgy már utána néztem, hogy jaj, nem ez a gomb. Mit csináltam? Befagyott az egész. Eddig jó megy. Itt be tudok lépni azt így beállításaim, és akkor itt van egy fiókváltás, fiók hozzáadása, oké. Okay. Írom a horgolt szeretetnek az e-mail címét. Folytatás, oké. Okay. Azt mondja, már regisztráltál. Ki regisztrált a horgolt szeretettel? Én biztosan nem regisztráltam a horgolt szeretettel. Mi van? Várjátok, akkor csak egy új e-mail címet, pillanat. Na, megoldottam itt a dolgokat, létrehoztam egy új e-mail címet. Ezzel be is regisztráltam, most egy becelvet kell megadnunk. Monika egy Queen. Igen, itt meg tudom a felhasználó nevet változtatni, ha minden igaz. Legyen az, hogy Monika Queen. Nem elérhető. Legyen a felhasználó név, úristen, ezeken miért nem gondolkoztam amúgy előre? Fogalmam sincs, mi legyen az? De tudom, inkább csak az lesz, hogy Monika Queen profilkép beállítva. Oké, itt a biónkkal készen vagyunk. És szerintem az lesz most itt a taktikám, hogy fifikásnak kell lenni, nem posztoltok egyből itt egy editet. Na most be fogom én a keresőbe azt, hogy Monika Erdélyi, és mindenkit be fogok követni, aki ilyen videókat csinált, ami a Mónikával kapcsolatos. Mindent lájkoljuk és bekövetjük. Bekövetjük magát Mónikát is, természetesen a Queen herself. Jákob Zolit is bekövetjük, mert látjátok majd később a videóban, hogy miért. Oké, most kérte a TikTok, hogy túl gyakran követek be másokat. Most hány embert tudtam egyszerre bekövetni, nézzük meg. 83-at, Mónika Queen, és akkor nem tudom, most van 5 óra 4 perc, lehet, hogy ki is pattintom akkor itt az első TikTokot. Szerintem itt a nevünkből adódóan az elsőek muszáj Erdélyi Mónikával kapcsolatosnak lennie. És én még pár hete a CapCut-tal itt csináltam róla, és a Jákob Zoliról egy editet, ugyanis elkezdtem Mónikának, mint egy megszállott így átnézni a videóit, és így pörgetni, hogy miből tudnék valamit összeszerkeszteni. És találtam néhány, mondhatni romantikus, ilyen pillanatot a Zolival, amúgy egyáltalán nem volt romantikus, de ezt így összevágtam egy ilyen videóvá. Na itt is van, megmutatom nektek, nem tudom amúgy, hogy hangot tudok-e bevágni, mert lehet azt letiltaná a YouTube, de majd mindegyik videónak ott lesz a leírásban a linkje, és akkor nézzétek meg. Az eredeti zenét nem fogom tudni bevágni, hát félek, hogy letiltaná a YouTube, szóval most felénekelem nektek, na kezdjük is. My lover and you're safe, your dirtiest jokes for me, and every table I save you a seat, lover. Azért nézzétek meg, légy szíves, az eredetit a leírásban lesz a TikToknak a linkje. Csak én sippenem őket. Cuki emoji szívecske. Akkor beállítok egy borítóképet. Mindenképpen ennek az ölelkezősnek kellene lennie. Szerintem igazából ennél jobbat ebből nem tudok kihozni. Közlés. Akkor kint is van a videó. Úristen, már van két követőm. Amber Fox és Fanny Léna visszakövetett. Úristen, tudjátok, mit írjunk nekik? Hogy kell ezen írni? Ültem nekik ilyen kis kezet. Köszi a követést.
Te is szereted Mónikát? Amúgy látjuk, bekövetek abból néhányat, akik a Mónikát követik, hiszen ha a Mónikát követik, akkor gondolom az is érdekli őket, amiket én posztolok a vele kapcsolatban, vagy nem tudom. Na most tudok néhány embert bekövetni. Ha még ezt megcsinálom, és akkor már ennyi lesz, ezt már videón kívül folytatom, holnap jelentkezek nektek az eredményekkel, hogy hányan láttak a videót, mik voltak a reakciók. Lesz amúgy bármi reakció, mert lehet, hogy amúgy senkit nem fog érdekelni a videóm, és akkor posztoljuk majd a következő editet is. Jelentem, megsülök holnaptól, sziasztok! Ked van, pontosan 19 óra 19, úristen kívánjatok! Barbie kívánj! Mert amúgy itt van nálam most a Barbie, hozzáveszünk éppen fel egy videót, megnézzétek meg egy TikTok filter handi. És én azóta be se lejöttem ebbe a TikTokba, azt sem tudom, hogy milyen reakciók jöttek a videóra, ha egyáltalán jöttek. De és akkor itt is vagyok, jelentkezünk át Monica Queenbe, és amúgy 9 értesítésem van, szóval szerintem ez egy jó jel. Na nézzük, most itt betölt. A 52 követőt szereztem már is, úristen, na látok, először is. Hallod, ez nagyon durva! Mi van? Lefagyott éves az agyam, annyira meglepődtem. 3776 nézettség van a videón. Ez nagyon durva, én azt hittem, hogy vagy 100 lesz. Szóval szerintem első videón... Úristen, 433 like, 6 komment, 29 mentés. Ez nagyon durva, nézzük a kommenteket. Grillás és tűzpiros Ferrari. Janika, ez most a kedvenc kommentem, igaz, hogy többet még nem is olvastam. Grillás. Ellopom itt a grillásnak a poénját, bocsi grillás. Csacsa Attila újra közölte. Igen, ez megtörtént, és úgy voltam el, hogy hát szerintem nem fognak az emberek rájönni, hogy ezt az akutot én csinálom. Szóval igazából újra közölhetem, mert mindig újra szoktam közölni, meg lájkolni a Mónikás editeket, szóval szerintem ez így tökre reális, meg úgy voltam el, hogy hát ha akkor több emberhez el fog jutni, ezt lájkolom is, és valaki azt írta erre, hogy nem, valaki pedig azt, hogy de, mekkora bífek, harcok vannak itt a komment szekcióban. Ide írom azt, hogy úristen, tényleg? Sírok, imádom, 5-12 éves korom óta. Janki azt írta, hogy na Moncinak lesz egy kis befektetése. Oksika, Janki, azért lájkolom. És Végkriszt pedig, de akkor ők most együtt vannak, vagy mi? Na, akkor itt már elindítottam, úgy látszik, egy plegyka lavinát. Bocsi Móni és Jákob Zoli nem direkt volt. Nem tudom. És ez a kis ilyen nevetős arc. Ezt nézzétek amúgy. Ilyen cuki kis szopókás poharat kaptam a Bencétől. Szerintem nagyon cuki, korából van amúgy. Na, akkor szerintem most azt fogom csinálni, hogy megnézem, hogy kaptunk-e üzeneteket. Ó, valaki írt. Hello beautiful lady, Pilot Patrick. Szerintem ez egy nem egy valódi akkunt, de köszönöm szépen a bókot, Pilot Patrick, amint Leon is írt integető kezeket. TikTokon is vannak ilyen kamu emberek, mint Instán, akik ilyen üzeneteket küldenek. Fecó is írt nekünk, hogy szia, visszirok, szia, pizza, meg egy szívecske. Na meghalok. Sándor Istváni azt kérdezi, szia, szeretném kérdezni, hogy a 12 hetes kúrában milyen termékek vannak, mit kell ahhoz rendelnem, köszönöm. Szerintem azt hiszi, hogy most én vagyok a Mónika, mert látom, hogy a Móni most reklámoz valamilyen diétát. Nem tudom Istvánni, szóval azt meg is írom neki, hogy szia, nem Móni vagyok, nem tudom. Sírok ilyen kis cuki fejet, meg egy sírós arcot. Nem tudom, hogy most lehet, most kéne még másoknak esetleg így írnunk. Nekem ez nincs kedvem, szóval nem fogok. Ma a Radis Zsomborral fogunk egy editet kirakni, és arra gondoltam, hogy a Zsombornak most rámegyünk a fiókjára, és bekövetek néhány embert az ő követői közül. Arra gondoltam, hogy igazából tényleg most még úgy fognak rájönni az emberek, hogy én vagyok ez az akkun, szóval majd a saját felhasználómmal fogok ez alá, az edit alá kommentálni. Na és ez a videó, be is vágom nektek. Nem szeretem a húzsizsabb lányokat, nem szeretem a lányokat, akik sokat sminkelnek. Oké, de ki mondta, hogy a lányok szeretnek téged? Amúgy én ezt vágtam meg legelőször, ez szerintem már 2 vagy 3 hónapja rajta van a mobilomon. Ez kicsikét furán hangzik, bocsi Zsombor. Na, és akkor ezt posztoljuk ki. Kiválasztunk el ezt egy borítóképet. Legyen ez, hogy ez a nem szeretem a húsisabb lányokat. Oké, ezt így lementem. És akkor ehhez kellene valamit írnom. De mit? Aksi, szerintem valami kis egyszerűt fogok csak írni, és annyit az, hogy Zsombor on top, jaj, ez egy tulipán lett, bocsánat, on top, facts, mint mindig. És akkor szerintem be is taggelem ezen a Zsombort, hát ha akkor jobban észreveszi. Nagyon kíváncsi vagyok amúgy, hogy ez jobbat fog emelni, mint a Mónikás edit, amúgy nem tudom, mert a Mónikának azért már egy kultusza van TikTokon, így a róla készült ilyen szerkesztett videóknak, azok szerintem nagyon sokszor nagyon jót mennek. Ezt most nem mondom azt, hogy a Zsomborról készültek lehet kevésbé mennek jól, csak szerintem a Móniról több készült, de lehet aztán csak én nem tudom. Meglátjuk. Akkor holnap jelentkezek majd az eredményekkel, és most pedig megyünk folytatni a Barbie videóját. Sziasztok! Beköszönsz a videómba! Most elaludtál? Mi van?
Na, akkor a Barbie nem köszön be nektek, ugyanis elaludt a kanapén. Na, halihó, szerda van, 18 óra 14. Nemrég értem haza, ugyanis falmászáson voltam. Amiről a sapkám árulkodik is. Amúgy, hogy miért voltam falat mászni? Felmerülhet bennetek ez a kérdés, és amúgy ez egy jogos kérdés. Tegnap így gondolkoztam, így kidobott egy ilyen falmászós videót a YouTube, PewDiePie-t, és ilyen voltam, hogy én akarok falat mászni, ezt ki akarom próbálni. Szóval ma elmentem, és amúgy nagyon-nagyon tetszett, és mindenki nagyon cuki volt a helyen. Na mindegy, de tiktokoznunk kell, nézzük is itt a mai dolgokat, hogy hogyan teljesítettem. Lépjünk is be a TikTokba, átjelentkezek gyorsan a saját profilomból, Monica Queenbe. Amúgy megint 9 értesítés van, ami szerintem jó jel, remélem. Na nézzük. Plusz 10 követőnk lett, 62 követőnk van eddig. Ez a videó, hogyha jól látom, most nem ment annyira jól, mint az előző. Az előző már 4205 a nézettség, akkor kezdjük azzal. Van új komment. Nem látok új kommentet, viszont 468 like van ezen a videón, ami szerintem nagyon durva egy új akkunthoz képest. És a másikon pedig 1500 nézettség van, és 302 nézettség, 11 komment, 39 megosztás. Ugye írtam egyet én, és hát a Zsombor észreveszi, nem vette észre. Írta is valaki, hogy szia, így nekem. És akkor erre most gondolom válaszolom kéne egy önmagamnak. De mit írjak így magamnak? Ez nagyon vicces. Úristen, Attila! Ezt nem hiszem el, sírok. Mert milyen vicces lett volna, hogyha a Monica Queen utálja Attilát és azt írja, hogy fúj te itt. Valaki betegelt egy barátját, valaki azt mondta, hogy hell nah. Jaj. Bajod? Kiért velem egyet? Most mi bajod? Odaírom neki nagyon kreatív módon, hogy hell yeah! És ilyen cicás fejek. Bori azt írta, period, Zsombor, megmondtam. Pontosan Bori, imádlak csajos. Adéó, imádom Zsombor. Eight. Itt. Muszáj nem teljesített annyira rosszul ez a TikTok. Van már 62 követőnk, nézzük az üzeneteinket. Fecó küldött nekünk egy szívecskét, hogy szia, szép estét! Neked is gyönyörű estét, Fecóskám, írok is neked. Neked is, kedvesem, és egy ilyen szívecskés fej. Valaki elküldött nekünk egy videót. Egy szívecske, és egy a... Lehet amúgy így lájkolnom kéne TikTokokat? Na, hát meg az ismerősök között, és itt most belájkolom mindenkinek a videóját, amit bedob, hogy lássák az ismerőseim, hogy ó, ez én vagyok. Akkor a saját videómat is lájkolom. Ha lássák itt az ismerőseim, hogy nem csak elvárom tőlük a lájkot, hanem vissza is adom, like for like. Szerintem most kiposztolom a mai új videót, és akkor azután fogunk így lájkolgatni, kommentálgatni, aztán meglátjuk, hogy ez talán boostolja az algoritmust, vagy én nem igazán tudom, hát ha jobban megy a videó. És a mai meglepő módon újból Mónikáról lesz. Csináltam róla egy nagyon vicces editet szerintem. Annyira helyes, hogy az emberek oda guggolnak a kikötőkéhez. Na ez az, az az, ott meg kell fogni. Úgy, úgy. Itt mi is igyekszünk a megfelelő helyet elfoglalni, hogy hozzá tudjunk férni ugye a nemes testrészhez. És meg is van a videó, rámegyek akkor, hogy következő. Na, és akkor most valami caption kéne. Hát igen, ez a nehéz rész. Azt írtam most be, hogy Queen of New York, és akkor be is taggelem a Mónikát szerintem. És akkor jöhetnek a szokásos hashtageink, és akkor ki is posztolom most ezt a videót. Jó? És halljátok, ez az utolsó TikTok, ami nekem így előre meg volt szerkesztve. Szóval ma még dolgom lesz, és meg kell valakiről szerkesztenem minimum egy editet. De legalább most mindannyiunk számára meglepetés lesz, hogy holnapról kiről lesz edit, mert még én sem tudom. Na, kint is van a videó. Szerintem most pörgetjük itt a dolgokat, és akkor így lájkolom a videókat, és írogatok dolgokat, hogy slay! ez a kis kutyás képéhez. Igazából most én mindent lájkolok. Igazából ennyit volt kedvem, én ezt így amúgy meguntam, ennyit kommenteltünk. Akkor kiment a videó, már van is rajta amúgy 12 megtekintés és egy komment. Ezt itt, hogy grillázs, akkor erre most válaszoljunk. Lucifer írta ezt. Ah, Luci! Mint hogyha ismerném őt. Úgy becézgetem, hogy Luci, amúgy fogalmam sincs, hogy ki Lucifer, de nagyon szépen köszönöm a lájkot, imádlak. És szerintem most ennyi amúgy idején letusolnom, mert bűzlök így a falmászás után. Na sziasztok, ma csütörtök van, 18 óra 16, és van nektek egy beismerni valom, ugyanis nem csináltam már a videót. Igen, most lehet savazni 3 másodpercig letelt. De az igazság amúgy az, hogy tegnap konkrétan játok ájulás szélén voltam, így az edzés plusz falmászás kombó után. Az úgy voltam el, hogy én ezt ma délelőtt megcsinálom, és hát nem csináltam meg, ugyanis voltam a Kitikével egy ilyen eseményen, aztán pedig feljöttek hozzám a Gergővel, a barátjával, megnézték itt az új albérletet, közben a Bence is hazaérkezett, aztán meg elmentem a Kitikkel enni, szóval nagyon-nagyon hosszú volt ez a nap. Most értem ugye haza, 6-kor, 4 órája. Szóval bocsánat, de már nem készültem nektek edittel, de szerintem nem is baj, lehet, hogy ez így jobb is.
is a TikTok algoritmus szempontjából, hogy nem minden nap megy ki videó, igazából most csak az én béna és a lustaságomat akarom így valahogy gazolni. Elnézést még egyszer. Viszont azért hát itt már is van dolgunk, meg kell néznünk, hogy hogyan teljesített a TAPI videó, vagy esetleg a többi. Remélem, hogy most már meg lesz a 75 követő. Ti látjátok itt először a dolgokat, na nézzük. Azt a mi van? Ez már most mennyi követő? Plusz 86 követő. Halljátok, mindjárt meg lesz a 100. Na és nézzük meg, hogy teljesített a videó. Úristen, 8595 nézettség van rajta, már majdnem 10 000. 1284 like. Ezt hiszem meg lett az 1000 lájkos határa. Halljátok, konkrétan le vagyok sokkolódva. 19 komment és 139 mentés. Nézzük itt a kommenteket. Monikával nem bírtok. Ő túl, hogy is mondjam, grillás. Ó, de jó, azt így kommentálnak az emberek. Halljátok, nem is tudom, konkrétan jobban izgatottabb vagyok, mint a saját akkuntom miatt. Azt is én már a válaszkép, hogy Queen of Grillás. Valaki egy barátját teggelte, valaki azt hitte, hogy mi? Sima fej. Más is egy barátját, Attila újra közölte. Voltam már itt. Ó, a Bigatökénél is már volt Kamilla. Odírom neki. És te is. Megsimiszted? És ilyen sírófej, meg így ilyen, ami a kezét a száj elé tartja. Hogy igazából, ahogy látom, mindenki a barátait teggeli, ami jó, mivel így még több emberhez eljut a videó. Itt is írják, hogy Csecse Atti újra közölte. Senkinek nem gyanús még, hogy mind a három videót újra közöltem, szóval ennek örülök. Ami az előzőn is van 1592 és 4449 nézettség, ami nagyon durva. Úristen, az nagyon durva lenne, hogyha 10 000-re megnéznék az egyik videót. Most ami ezt úgy mondom, mintha nekem nem lenne saját TikTok felhasználom, ahol posztolnék videót. Na mindegy, görmök lány nevek szerint. Na azt komoly, Iris, Olivia, Barbara. Na jó, ezt leszkrinsetom a Barbie-nak, és ezt megküldöm neki, hogy ezt csinálja meg. Ezt a videót itt ne nézzétek, ami itt van a chatten. Kövi körmöd, remélem megcsináltatja, kis emo Barbie. Na jól van, oké, és kap, holnap találkozunk, sziasztok! Eskü, akkor már jövök egy edites videóval. Csütörtök van, 17 óra 45, ezt átmondtálom, 17 óra 41, sziasztok, miért vagyok szemüvegbe? Nem tudom, leveszem a szemüvegemet, nem fogom napusztítani titeket, sziasztok! Hogyha most rá a TikTok-oztok, akkor szerintem találkoznotok kellett már a Vandornyik Dórival, és hogyha az előbbi beköszönésemből nem jöttetek rá, akkor most mondom, a mai edit róla készült, több mint egy óráig csináltam, és amúgy nekem ez az egyik kedvencem, szóval nagyon elégedett vagyok vele. Nem tudom, ti vagyatok vele, de én imádom a videóit, szerintem a humorom nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon vicces, szóval bárcsak én ilyen vicces lennék, de nem vagyok aznak. Puszilak titeket, sziasztok! Mindenek előtt nézzük meg, hogy hogyan teljesítettek a tegnapi dolgok így, hogy most ugye nem posztoltam ki semmit, és akkor itt is van Monica Queen, átjelentkezünk, 9 értesítés, ami az jó jel. Na, amúgy ahogy látom, amúgy azért így pörögnek a dolgok. 4700 megtekintés az első videón, 1600 a másikon, és 9700 a legutóbbi, már majdnem 10 000, és úristen, 96 követőnk van már. Most vagyunk ugye a negyedik napon, szerintem a hetedik nap előtt meg lesz a 100 követő, szóval ez nagyon durva, lehet, hogy új célt kell kitűzni. Jó, új cél mostantól 150 követő a videó végig, aztán meglátjuk. Vannak-e üzeneteim, mert azt amúgy tegnap elfelejtettem megnézni. Szóval továbbra is azt hitte, hogy szia. Írok neki megint, hogy szia, megint, kedves fecó, mindenhol elírom a dolgokat, Mizu ott, és egy ilyen szívecskés kéz. Nyomjam a fecó, ami sziasz, hogy flörtölünk vele, mi csak a lájkokra menjünk. A csajok kérdezték, hogy nekem ki a krásso, már mondom, hogy értitek, mert hogy ugye olyan nem nagyon van, hogy nekem van, igazából csak én vagyok embereknek a krásso. Na, mi legyen a caption? A caption szerintem legyen az, hogy a másik kedvencem, na puszi nektek. Most szerintem betegeljük a Dórit, hát ha látni fogja. Az amúgy nagyon jó lenne, hogyha kommentálne, annak én is örülnék, mivel én is egy fanja vagyok. Írom is itt közben a szokásos kis hashtageinket, és akkor szerintem ez lesz az indexkép az, hogy igazából csak én vagyok embereknek a crush-a, mert is a posztolás fog. Remélem azt, hogy jól fog teljesíteni ez a videó. Jöhet itt a szokásos kis lájkodász körünk, reméljük az ismerősökre, és mindenkinek itt lájkolom a videóját, például ez a sajátom. Jó, szerintem mindentől rendelhetőt megtettem, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog ez a videó teljesíteni. Holnap visszatérünk, remélem nem leszek csalódott, a szelet ez fog a lehető legrosszabbul az összes közül. Meglátjuk, holnap találkozunk, sziasztok, most megyek át Marianékhoz. Utolsó előtti napon vagyunk,
Szombat van, 16:54. Nagyon kesérdem, ugyanis éppen a Bencek és a Mariannak Among Us streamje lesz, amiben én is szerepelni fogok, és mindenkit meg fogok ölni. Ma nagyon sokáig gondolkoztam, hogy kiről is legyen a mai ilyen szerkesztett videónk, és arra jutottam, hogy Mónival kezdtük, aztán volt a Zsombor, aztán megint a Móni, utána a Dóri, és akkor most legyen megint a Mónika, hiszen azért ő a legnagyobb forma a világon, és vagy másfél órán átnéztem át, ha jöttek a videóit ilyen kétszeres gyorsításba, hogy tudjak valamit így találni, ami meginspirál, esetleg valami jó beszólás, valamilyen jelenetet. Most van TikTokon egy ilyen trend, amikor az Emma Stone azt mondja, hogy let's dance, és utána ilyen táncos felvételek vannak. De és én egy ilyet csináltam a Mónikáról, mutatom is nektek, tudjátok meg, hogy lehet hang nélkül, de a leírásban ott lesz mindegyik videónak a linkje, és lájkoljátok őket, köszi! És lépjünk is itt be a Mónika Queen Akunduma, 9 értesítés, ez jó jelen. Úristen, 11.100-an megnézték, és már 10.600 van Mónikáson is, 1745 a Zsomboroson, és 4.960 az első Mónikáson. Ez nagyon durva, most két videó is már 10.000 fölött van. És úristen, vagyatok, megvan a 100 követő, 122 követőnk van már. Uram, atyám, 2625 like, 14 komment és 767 lementésünk van. Ez nagyon durva, szerintem egy teljesen új TikTok akkuntak konkrétan, így le vagyok sokkolva, de nézzük a kommenteket. Úgy néz kint a Zenina, őt nem ismerem, Koponya, megjelölt valaki a Dórit. Aki azt hittő istenő, oké, akkor erre válaszoljunk is, írjuk azt, hogy period. És igazából nagyon sokan jelölik a Dórit, én is bejelölöm őt kommentbe, hát ha megnézi, hát ha megesik a szíve rajtunk, Fecó ma is írt nekünk, szia! Fecó minden nap ír nekünk egy sziát. Szia, kedve. Fecóm, újra, hogy tetszel ma lenni. Még visszakövetjük gyors azokat, akik most bekövettek minket, hogy lássák, hogy én egy nagyon-nagyon jó fejember vagyok. Na, és szerintem akkor mehet is ennek a videónak a posztolása. Na, és itt is van maga a videó. Mónak annyira jók a mozdulatai, hogy ez valami hihetetlen. Na, ehhez megint kell valami caption. Tudjátok, mindig ez a legnehezebb rész. Valami grillásos legyen, mert szóval a grillásosok az mindig jó a Mónikával kapcsolatban. Grillás királynőt a Dancing with the Stars-ba. Szerintem ez nem jó. Vagy mi? Szerintem ez jó. És akkor itt válasszunk egy borítót. Szerintem ez, amikor Móni rúg egyet, az felettébb jó. Oksi, és akkor ezt is raktuk, és aztán holnap megnézzük az eredményét, ahol az utolsó editet fogjuk kirakni. Fogalmam sincs, hogy kiről lehet, az is egy Mónika lesz. Mert hát Mónikát nem lehet megunni, imádom őt, Queen, nem tudom, na, sziasztok, mentem már mongászhozni. Miért így integettem? Egyre kínosabb vagyok, úristen. Úristen, halljátok, most állítottam ugye le a felvételt, de ebben a pillanatban a Dóra Vandornyi lájkolta a hozzászólásomat, úristen. Úristen, várjátok, még a Fecó is visszaírt, azt írta, szia, szép napod legyen, jól vagyok, hogy vagy? Köszi, én is ma voltam falat mászni. És egy ilyen kis cuki emoji, nem voltam ma falat mászni, de erről neki nem kell tudnia. Vasárnap van, 15:41, ideje posztolnunk a mai videót, amiben meg kell nektek vallanom, pocsék lett. Szerintem ez az összes közül a legrosszabb, hogy a videó végére valahogy így elfogytak, azt érzem, a kreatív energiáim, mert hiába nézegettem a videókat, senkinél nem láttam ilyen hű de nagy beszólást, amiből én most egy nagyon jó videót tudnék csinálni. Tehát az utolsó videót, hát a Queen-nel kell zárni, újból egy Mónikás videó lesz, és hát mutatom is nektek az eredményt. Osonkodjunk fel, halkan! Igen, nincs erre magyarázatom. Én sem tudom, hogy itt mi történt, de úgy vagyok vele, hogy ez jó lesz utolsóak. Tudjátok, hogy én sose csinálok ilyen editeket, szóval próbáltam magamból kihozni a maximumot a héten, a végére én is kicsit bepunyadhatok. Szerintem ez a videó fog a legrosszabbul teljesíteni az összes közül, de aztán ki tudja, hiszen a TikTok mindig olyan random. És még mielőtt posztolunk, nézzük itt meg Mónika Queennél a tegnapi dolgokat. Amúgy nagyon-nagyon jól állunk, 131. A tegnapi videó teljesített eddig a legrosszabbul, csak 1157 néz. Van rajta. Viszont a Dóri már 13 000 plusz, szóval amúgy ez tökre jó, nézzük meg a kommenteket. Ó,
akkor a kommentet, mert egy van. 137 like, egy komment és 20 mentés. Az egy komment pedig az, hogy Zsolt király bejelölt valakit. Hát igen, szóval, hogyha ez a videón 1100 a nézettség, akkor a mai nem tudom mennyi lesz, mert ez tényleg nem lett valami erős. És írt Fecó is nekünk újból, hogy nagyon szívesen ügyes vagy, merre, hol. Hát ezt nem fogom elmondani. Fecóval is a szerelmi történetünket itt zárjuk le. Bocsi Fecó, de mindenk vége, ezt írjuk is meg neki. Bocsi, de köztünk mindennek vége. És egy ilyen síros fej. Remélem azért kikövetni nem fog. Jó, igazából ennyi, akkor most ki is posztolom ezt a csodálatos videót, és melyek, mert Mariannékkal találkozok, és Palacsinta Fesztiválra megyünk. Igen, ezen a héten elég random dolgokat csinálok. Sziasztok! Sziasztok! 16 óra 15, és ma van az utolsó napja ennek, azt így titokban egy ilyen rajongó lettem TikTokon. Szóval nagyon kíváncsi vagyok a tegnapi videónak az eredményére. Szerintem még 1000 nézettség se lesz ezen a videón. Na, és jelentkezzünk is át Monica Queenbe, van 9 értesítésünk, szóval ez mindig egy jó jel. Plusz 19 követőm lett. 150 követő van kereken, halljátok, ezt nem hiszem el. Pont a videó végére meg lett a 150 követő, hogy elterveztük. Ez ki lett számolva. Mi van? Úristen, 4559 nézettség van a tegnapi videón, az hogy lehet? Konkrétan én azt hittem, hogy ez lesz a legrosszabb teljesítő. Ez hogy nézheti meg ennyien? Like annyira nincsen rajta sok, 594 like, 9 komment, 58 mentés. Ugye én is bekommenteltem a Kittit, hát ha így még kicsit feldobja az embereknek a videót, de ez nem tudom, hogy ez mennyire számított. És hogy látom, mindenki csak már még barátját tegelt, szóval ezeket most lájkoltam. Meg a saját kommentemre most írok is valamit, és amúgy nektek ez így nagyon vicces lesz, hogyha majd megnézitek ezt az akkuntot, mikor megnézitek ezt a videót, és látjátok, hogy itt igazából önmagammal beszélgettem. Na mindegy, ez szokásos hétfői nap ez nálam. Tilla, Slay vagy, nem hiszem el. Ez nagyon vicces, hogy azt mondtam magamnak, hogy Slay vagyok, hát mondjuk period, ezt tudjuk, hogy az vagyok. Ami nagyon elégedett vagyok, a legjobban a Dóris videó teljesített. 13.800 megtekintés és majdnem 3.200 like, ami nagyon durva, szerintem egy teljesen új akkunnál. Amúgy én nagyon elégedett vagyok, szóval 150 követő egy hét alatt, és volt több olyan videónk is, ami 10.000 fölötti nézettséggel rendelkezett, szóval szerintem ez nagyon durva, ez nektek is egy motiváció, hogy csináljatok rólam is ilyen editeket, ugyanis imádom az ilyeneket nézni, és látjátok, ezekkel aztán lehet itt követőket és lájkokat szerezni. Szóval szerintem ezt a kísérletet pozitívan zárhatjuk, azt, hogy lehet-e úgymond híresnek lenni egy hét alatt TikTokon, mert a válasz igen, akinek szerintem van 3.000 like videóján, az már híres. Szóval ez a videó most elég más volt a megszokott tartalmakhoz képest, de nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és hogyha igen, és szeretnétek még hasonlót, akkor mindenképpen ezt lájkoljátok, és írjátok meg lent kommentbe, hogy akár kiről csináljak ilyen editeket, mert hogyha ennek a videónak lesz folytatása, akkor most már majd nagyon jól kell rejtőzködnöm, hogy ne jöjjetek rá arra, hogy én vagyok esetlegesen nem mögött az akkun mögött. Én nagyon élveztem valahogy így minden nap izgatottsággal töltött el, hogy belépek a Monica Queen akkunba, és konkrétan jobban izgultam, mint mikor a saját magamért raktam ki egy videót. Szóval nekem nagyon tetszett, köszönöm mindenkinek, aki lájkoltott a videókat, és megnéztem, még mielőtt kiment ez a videó, ti vagytok az igazi, nem tudom mik, de azok vagytok. Ja, szóval ennyi lett volna ez a videó, nagyon szeretlek titeket, hamarosan jelentkezem, és amúgy tudom, hogy tőlem panaszkodtatok, hogy nagyon régen volt kajás videó, és aztán ilyen voltam, hogy hülyék vagytok, tegnap volt, és aztán megnéztem, és kb. 8 hónapja volt az utolsó csatornán, szóval én ezt nem értem, hová tűntek a kajás videók, nem tudom, de most lesz sok, az fix, és igazából ennyi, legyen csodálatos napotok, én Attila voltam, sziasztok!